Most Bogdán Lászlóra emlékezünk, és megkerestük azt a filmünket, amit a menekültválság elején forgattunk vele. Először itt a szerkesztőségben néztük újra, és egyöntetű volt a vélemény, hogy amiket mond, így a halála után teljesen új értelmet kap, így ezt önöknek is újra látni kell. Amúgy végigolvastam nagyon figyelmesen az önök hozzászólásait, amiket a halál hírére után írtak nekünk itt a Facebookon. Nagyon sokan azt gondolják, hogy Bogdán Lászlót magára hagyta a politika. Néha elővették, használták, de utána magára hagyták, és nem foglalkoztak vele. Elmondhatatlanul büszke voltam és vagyok a testvéremre, fantasztikus ember volt. Azt még nem tudom, hogy hogyan lehetne méltóképpen folytatni azt a szellemi örökséget, amit ő ránk hagyott. A falunk szinte teljesen gyászba borult, pici település a miénk, az itt élők 90%-a a rokonunk. Ha a világ bármikor is jobbá és emberibbé tud válni, az csak az olyan különös embereknek köszönhető, mint amilyen Bogdán Laci volt. Az olyan embereknek, akik sem Istent, sem embert nem ismerve, és ugyanakkor Istent és embert is sokkal jobban ismerve, mint talán bármelyikünk, csak mennek előre tűzön és vízen át erővel, szinte már fájó erővel, de mennek, mert tudják, hogy hova kell lejutni ahhoz, hogy a világ jobb és emberibb legyen. Laci, de hát ezen a nyáron is megyünk hozzád, hogy megint találkozzunk és megmutasd a bike mafiásoknak, hogyan tartasz reggel meetinget a faluban, hogy kiül a traktorra, ki fogja meg a kapát, hogy megmutasd, hogyan kell az utolsó szem krumplit is kiszedni a földből, hogy minden apró darabnak mekkora súlya van, hogyha már az ott élőknek sok, akkor hogyan lehet továbbadni azoknak, akik éheznek. Hogy mutasd meg, milyen az az igazi cigánylecsó, aminek receptjét oly sokszor próbáltam kihúzni belőled, de egy mindig őszinte mosoly kíséretében tudattad, hogy ne is próbálkozzak. Azt hiszem, talán senkinek sem kell külön bemutatnom Bogdán László cserdi polgármesterét. 2002-ben lett cserdi önkormányzati képviselője, majd 2006-ban polgármesterré választották. Vezetésével olyan mintafalú lett cserdi, amire az egész ország felkapta a fejét. Bőrszintől, politikai hovatartozástól függetlenül mindenki szerette és elismerte. Oktatási programot indított, a falu mezőgazdasági termelésbe kezdett, elképesztően sokat segítettek a rászorulókon. Bogdán László vezetése előtt a faluban borzasztóan rosszul alakultak a bűnügyi statisztikák, László vezetésével azonban szinte túlzás nélkül lehet azt mondani, megszűnt a bűnözés, a fiatalok pedig elkezdtek visszatelepülni a térségbe. A polgármester januárban Raúl Wallenberg díjat kapott azért a hihetetlen sok erőfeszítésért, amit tett a kisebbségi és többségi társadalom békés együttéléséért. Ezt a riportot 2,5 évvel ezelőtt forgattam, amikor László kijelentette, ő szívesen befogadja az Őcsényből kiutált menekülteket. Őcsényben akkor 2017-ben ugyanis pánik tört ki azért, mert néhány menekült a faluban szeretett volna nyaralni. A szállásadó kocsijának a kerekét kiszúrták, a polgármester lemondott. Mindössze 100 kilométerre van egymástól Őcsény és Cserdi, a lakók gondolkodása mégis fényévekre van egymástól. Biztonságilag fognak állítani minden gyerek mellé, amíg ők itt vannak? És ha ide hozzák őket végleg, mi menjünk el innen? Nem, hogy ők ide jöhessenek? Elképesztő érzés az, amikor azzal kell szembesülni, hogy hogyan tud kifordulni magából teljesen egy egész település. Szinte önkívületi állapotban ordítoztak, és fejezték ki rettegésüket. Élnek az emberek, nem akar senki félelemben élni, nem kell nekik az emberek, ennyi. Rettegtek attól, hogy egy 5 éves kisgyerek az édesanyjával és az édesapjával, akik történetesen menekültek, beteszik a lábukat a falujukba. Kiutálták őket a helyiek, sőt még kiutálni sem tudták, mert soha nem is találkoztak a családdal, így esélyt sem adtak nekik arra, hogy egyáltalán megismerjék őket. Sőt, tovább megyek. Valószínű, még megismerni se kellett volna őket, ha nagyon nem akarják, hiszen mindössze pár napra merészkedett volna oda a család, pihenni akartak. Szerintem az a legfontosabb, hogy nincs köztünk harag. Szerintem az nagyon fontos.
nem szól veszekedni. Meg kell adni nekik lehetőséget. Felül nem jöhet meg semmi. Hogy ne. Mi befogadjuk. Az ismeretlen és a tudatlanság a legnagyobb fegyver a politikának. Cserdi polgármestere Bogdán László, miután látta az Őcsényi felvételeket, azt mondta, ő szívesen vendégül látná a kigyűlölt családot, akár a saját házában is. Bár a látottakon nem lepődött meg, azt mondja, ő cigánként nap mint nap tapasztalja az emberekből áradó gyűlöletet. Nem a szomszédok ment már, hanem a migránsok, és azt gondolom, hogy azért hosszú távon nem túl szerencsés ezt látni, és hogy hat ez is biztos, de az ismeretlentől való félelem, történtek Európában robbantások, és azt gondolják, hogy minden, mint ahogy ma Magyarországon minden cigányra azt gondolják, hogy bűnöző, minden bevándorlóra azt gondolják, hogy terrorista. És ezeket a képeket erősítjük meg óriás plakátokkal, szlogenekkel. Miközben beszélgetünk, meglátom, hogy László feje fölött egyébként tényleg teljesen véletlenül egy olyan plakát lóg, amin a következő kérdés szerepel. Mit gondolsz a bevándorlásról? Az egész iroda tele van ilyen kérdésekkel, ugyanis ő azt vallja, ha kellő odafigyeléssel leül és megbeszéli a lakóival az adott társadalmi problémát vagy helyzetet, akkor az igenis célra vezető tud lenni. Szerény véleményünk az, hogy ahol valós háborúk vannak, azt meg lehet érteni, hogy elmenekülnek a hazájukból. Egyszerű emberek fogalmazzák. Van ezekben egy csomó olyan látás, meg látásmód, amikor azt gondolják ők, hogy ők emiatt háttérbe szorulnak. Nekem a véleményem erről az egészre, hogy okkal jöttek el, lehet, hogy ott háború volt, vagy piszkálták őket, és azért jöttek, hogy jobb életük legyen. Nem elítélni kell őket, hanem segíteni nekik. Ezt 2015 nyarán írta egy lány. Egy kislány? Cserdiben mindössze 352-en laknak, és igaz, én nem beszéltem mind a 352 lakossal, de egyértelműen kimerem jelenteni, a cserdiek közül senki sem ellenezné azt, ha pár napot náluk pihennének a menekültek. A politika rossz irányba irányítja az emberek figyelmét. Én úgy veszem észre, a napi politika egy kicsit elrugaszkodott. Ezek az emberek, akiknek a feje fölül lebombázzák a házaikat, ezek a gyerekek, hát ezek kinek ártanak? És a másik szempont meg, hát akkor hogy mondhatjuk mi magunkról, hogy keresztények vagyunk? Panek József dühösen és csalódottan meséli, hogy egyszerűen nem érti, hogyan jutottunk el idáig. Az emberek, mint a birkák, mennek abba az irányba, amit ez a kormánypropaganda tévén keresztül belesújkol az emberekbe. Ha elmondom én magának Réka százszor, hogy maga Réka, most bocsássa meg, csak példának mondom, maga hülye, akkor a századik, nem is kell száz, az ötvenediknél, hát én hülye vagyok, el fogja hinni. A néppel ezt csinálják most. Cserdi egyébként az elmúlt években arról lett híres, hogy a helyiek a polgármester segítségével egy rendezett, tiszta, gyönyörű kis mintafalut csináltak a községből. Mindenki dolgozik, és nem a közmunkaprogramban. Évente mindössze 6 bűncselekményt regisztrálnak, és azok is maximum olyanok, hogy a gyerek leszakít egy almát a fáról. 23 fólia sátruk van, mindent maguknak termelnek. Mostanra eljutottak odáig, hogy már ők adakoznak a rászoruló falvaknak. Be akartam ugrani a helyi kocsmába is, hiszen vidéken általában ott van a legtöbb ember, de itt nincs kocsma, ugyanis a polgármester bezáratta azért, hogy ne igyanak az emberek. Engem nem zavarna, hogy most el kéne szállásolni, szívesen. Balázs még csak 11 éves, de már ilyen fiatalon is azt gondolja, gyűlölködni nem szabad és semmi értelme. A szülei is hasonlóan vélekednek. Ha valakit kiraktak a házából, most akárki is legyen az, én is egy-két napra, hogyha olyan ember, és nem ér vissza vele, akkor el tudom szállásolni. Nem akarnak itt élni, itt lakni, mert gondolom nem is olyan rossz emberek ők, hát minden emberben meg kell tapasztalni. Hát most azért belegondolok, hogy én is ugyanebben a helyzetben lennék, nekem is jó lesne, ha valaki tényleg ilyen jó irányba fordulna felém. Nem mindjárt a rosszat látnák meg bennem, hanem megpróbálnának megismerni, és kiderülne, hogy jó vagyok. Egy kicsit térjünk vissza Cserdi polgármesteréhez, aki megpróbálja elmagyarázni, hogy mégis honnan fakadhat az a fajta mélyről jövő félelmetes ellenszem, amit Őcsényben képviselnek. Nagyon egyszerű, három eleme van. Nekem mondták, én hallottam, és én gondolom.
ez a három elem, amikor összejön, akkor megépül a sztereotípia. És a sztereotípiákat nagyon nehéz ledönteni. Én cigányként tapasztalom ezt, hogy minden egyes nap, bármilyen helyzetben vagy, bármilyen szituációban vagy, bizonygatnod kell a jóságodat, bizonygatnod kell azt, hogy te létező ember vagy. László még saját magát is szégyeli, amiatt, ami Őcsényben történt. Szerinte ugyanis, ami ott történt, az Magyarország szégyene is. Nem kell azt gondolni, hogy azért, mert én tegnap azt mondtam a televízióban, hogy mi fogadjuk ezeket az embereket szívesen, megvendégeljük őket a legnagyobb tisztelettel, hogy ez valami különleges dolog. Magyarországon nagyon sok különleges dolog van, nagyon sok különleges jó szándékú ember van, és vannak megvezetettek, és vannak olyan emberek, akik nem látják, hogy mi veszi őket körül. Segíteni kell őket, de nem úgy, hogy támadunk, nem úgy, hogy mindenféle őrült szlogenekkel dobálozunk ki a világba. Ehhez a riporthoz hozzá tartozik egy kis személyes szál is, aminek akkor 2,5 évvel ezelőtt nem tulajdonítottam túl nagy jelentőséget, most azonban annál értékesebb lett számomra. Bogdan László megkért engem és a stábomat, hogy hadd üljön be mellénk Cserdiben a kocsiba, mert valahogyan el kell jutni a fővárosba, de nincs kocsija, a vonatot meglekéste. Természetesen elhoztuk, az utat pedig végigbeszélgettük. Ragaszkodott hozzá, hogy meghívjon minket vacsorázni, mert annyira hálás volt. Étterem kifőz, de viszont a láthatáron sem volt. Megálltunk egy benzinkúton, László pedig megjelent előttünk egy hatalmas nagy szatyorral, benne mindenféle finomsággal, és csak ennyit mondott. Hiszek az emberi jóságban, hiszek abban, hogy eljön az az idő Magyarországon is, amikor nem számít, hogy Bogdánnak, Orsósnak vagy Kalányosnak hívnak, csak az lesz a fontos, hogy mit tudtál adni a hazádnak. Bogdan László 46 éves volt.